Vasárnapra már kegyesek voltak az égiek, napsütés várta a szekszárdi szüreti fesztiválra látogatókat. Hát azért jöttünk le, mert már akartunk jönni, csak pocsék idő volt eddig. Lelátogattunk egy kicsit a családdal, hogy kiszellőztessük a fejünket. Hát jó volt, mert utoljára 19-ben volt. És hát egy kicsit az ember kikapcsolódni le szeretne jönni, mert nem mindig ugyanaz legyen hétvégén. Én itt lakom, a következő tömbbe, és az idén nem sokat jöttem le, mert fáj a lábam, most szerepeltünk, azért jöttem le. Az idő se volt jó, sajnos. Sajnálom a szervezőket, hogy ilyen sokat dolgoztak, és mégsem, mert gondolom nem volt. Ma végre jó idő van. Örülök, igen, hogy legalább az utolsó nap egy kicsit kárpótolta az embereket mindenért. Volt, aki leginkább a hegyvidék borai miatt látogatott ki a rendezvényre. A mai program eddig a borivásról szólt, ezután változtatunk, a borivásról fog szólni a program. Jó, kell lesz Szekszárdnak évente egyszer legalább. Körbenézzünk, megnézzük a műsorokat, jó kis zenéket végre 3 év után, hogy újra megrendezték. Azt sajnáljuk, hogy tegnap elmaradt a születi felvonulás, de bízunk benne, mai nap egy kicsit jó idő lesz, és az esti programot még végignézzük. Gyurkovics Jánost, Szekszárd alpolgármesterét is felfedezte stábunk a vasárnapi tömegben. Nagyon örülünk, hogy a 2 covidos év után sikerült megrendezni, és én minden szponzornak köszönöm szépen azt a nagyvonalú támogatást, amivel a rendezvényt támogatták, és így egy színvonalas programot tudtunk összehozni. Természetesen, hát amit ismételni tudok csak, hogy sajnos ezekre a külső rendezvényekre az időjárás azért befolyásolja, ráteszi a bélyegét. Bízunk benne, hogy a jövő évben már azért egy jobb időben meg tudjuk oldani ismételten a programokat. Hát egy kicsit kikapcsolódok, meg én gyakorlatilag figyelem az eseményeket. Természetesen azért nagyon örülök, hogy nagyon sok emberrel találkozik az ember, nagyon sok jó baráttal, és hát mindenkihez van az embernek egy-két jó szava, és örülök annak, hogy azért jól szórakoznak az emberek. Berninger Attila, a rendezvényt szervező intézmény igazgatója úgy gondolja, a hektikus időjárás ellenére összességében jól zárt a 4 napos rendezvény. Én azt gondolom, egy nagyon összetett és nagyon bonyolult, de a végén egy sikeresen végződő születi napok állnak a hátunk mögött. Az időjárást tényleg kiveséztük, elmondtuk, mindenki látta, átélte. Nekem igazából ebből a 4 napból az egyik legfontosabb hívószó és talán a legfontosabb következtetés az, hogy még ebben a nehéz helyzetben is számíthatunk a partnereinkre. Nem volt egyszerű senkinek sem átélni, hogy ez a sok készülődés után az időjárás milyen módon befolyásolja és milyen módon okoz hátrányokat egy ilyen fesztiválnál. De akár a születi felvonulás elmaradását nézzük, akár azokat a programokat, amelyeket át kellett helyezzünk, a legfontosabb történet az, hogy egy közös belátás, egy közös együttműködés révén ez sem okozott igazából olyan mértékű problémát, mint amire ilyenkor az ember számít. Ezzel azt akarom csak mondani, hogy tényleg nagyon köszönöm azt a rengeteg előkészületet, azt a rengeteg szívből jövő segítséget, amit a partnereink, a támogatók és igazából a város népe is tanúsított. Nagyon fegyelmezetten vettem mindenki tudomásul azt, hogy sajnos ez most az időjárás miatt nem lehet az, mint amire számítottunk volna akár egy héttel ezelőtt. Amit tudtunk, azokat a programokat bevittük Fedett helyszínre, a szabadtéri programokon pedig még mindig az esőzés ellenére is egy nagyon lelkes közönség, lehet, hogy kisebb számban, de akkor is örömmel fogadta a programokat. Én azt gondolom, előttünk van még egy záró nagy koncert, a Pudani Masszív koncertje, és a mai nap ugye már is a barátságosabb arcát mutatta az időjárás, tele voltak a tereink, tele volt például a Vidán Park, az árusoknak is kicsit már egy mosoly jött az arcukra az elmúlt napok szomorúsága után. Én azt remélem, hogy egy nagyon szép, méltó befejezése lesz ennek az idei fesztiválnak, és megerősödhetünk abba, hogy igen, a város népe és az ide látogatók szeretik ezt a fesztivált, nagyon örülnek neki, hogy megvalósulhat, és hogyha meg probléma van, akkor összefognak és segítenek abban is, hogy közösen megoldjuk.